Mondom. Te most az elejét. Sziasztok! Ebben a videóban a téli kedvenceinket fogjuk nektek megmutatni, ahogyan minden évszakban megszoktuk. Úgyhogy ennyi a tudnivaló, kezdjük is. Jó, kezdjük meg. Nekem most csak ilyen szépségápolási termékek gyűltek össze a kedvenceim közé. Az első egy ilyen Clean and Clear, miteszer eltávolító, arclemosó és maszk. Így néz ki. Nekem mindig problémám van a bőrömmel, tehát állandóan van rajta valami, ami nem tetszik nekem. És ezért mindig újabb és újabb termékeket próbálok ki, hogy vajon melyik tud segíteni. Nem mondom, hogy ez segített, vagy hogy feltétlenül ez segített, de az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon jó arclemosó krém. És hogyha van elég időm rá, akkor akár arcmasznak is tudom használni, tehát egy ilyen 5-10 percig kell felhagyni az arcon, és akkor már is tök jó. Csak úgy láthatatlanba vettem meg, tehát így úgy jól nézett ki, gondoltam, hogy biztos jó minőségű. És igazából nem csalódtam benne, az arcról teljesen jól lemos mindent, ez a funkciója 10/10-es, de egyébként nem tudom, hogy milyen hatással van az ilyen pattanásokra és műteszerekre, viszont aki csak arclemosót keres, vagy arcmaszkot, annak bátran tudom ajánlani. Nekem az első az egy smink paletta lesz, mégpedig a Maybellinnek a The Nude palettája, amit én a húgomtól kaptam karácsonyra, és nagyon-nagyon imádom, mert már régóta vágytam egy olyan palettára, mint ez, amiben főként ilyen földszínek vannak, a barnának különböző árnyalatai, és mostanában, hát nagyjából minden nap szoktam használni, nem szoktam vele ilyen full extra sminkeket, vagy ilyen füstös szemet varázsolni magamnak, viszont mindig egy kicsit így feldobja az aznapi sminkemet, úgyhogy ezt nagyon ajánlom azoknak, akik szintén szeretnek ilyen természetes színekkel dolgozni. A következő kedvencem szintén arcápoláshoz kapcsolódik, ez a La Roche-Posay Effective Duo krémje. Még régebben használtam ezt, amikor nem volt túl sok probléma az arcommal, csak valamit kellett használnom. Nem tudom pontosan, hogy ennek a hatására, de azért valamennyire jobb volt az arcbőröm, és bárkinek tudom ajánlani, mindenféle arcbőrtípusra van krémjük, ez például ilyen azt tünteti el az ilyen pattanás utáni pirosas foltokat, amik már igazából nem is pattanások, csak ilyen hegek úgymond, tehát ez arra van kifejlesztve, de bármilyen arctípusra lehet kapni ilyen krémet. Amúgy nekem is volt régen ilyen mattájú krémem, és tényleg nagyon jó. Meg most is, amit használok, ilyen arclemosónak, az is ilyen, és tényleg jó. A következő az egy Yves Rocher és tusfürdő lesz, amit egy barátnőmtől kaptam karácsonyra. Nagyjából minden, amit kaptam, karácsonyra van. Szóval már látszik, hogy elég sokat használtam belőle. És ennek vaníliás illata van, ilyen vaníliafűzős illata. És hát már csak az illata miatt is, általában ugye az illatok miatt választunk tusfürdőt, nagyon-nagyon finom, de hát mellette megvan az a funkciója, hogy igen, de fürdesz vele is, mint szappan, nagyon szuper. Hát jó. Ha már illatoknál tartunk, az én következő kedvencem is emiatt lett kedvenc. Ez a Syosznak az egyik samponja, igazából nem tudom, hogy melyik a pontos neve, ilyen narancssárgás doboza van, hát hogy fekete, de narancssárga a felirat, és nagyon-nagyon finom illata van. Ilyen friss haj, vagy nem is tudom pontosan, de nagyon-nagyon tetszik nekem, és hát azt hiszem, az van rajta, hogy töredezett haj ellen jó, ami szerintem nincs olyan ember, akinek nem töredezik a haja, úgyhogy ezt tudom nagyon ajánlani, és egyébként teljesít mindent, amit egy samponttól el lehet várni. Nekem a következő kettő parfüm lesz, amiket gondoltam, hogy akkor így egyben mutatok. Az egyik az a The Body Shopból van, ami vanília illatú parfüm, és ezt mind a kettőt egy-egy barátnőmtől kaptam karácsonyra, nagy parfümözés volt karácsonykor, és ez a parfüm már a húgomnak is megvolt korábban, már akkor kiszúrtam, hogy mennyire jó illata van, így nagyon örültem neki, amikor megkaptam, ugyanis elmondhatatlan, iszonyú jó, ugye? Olyasmit az előző. Nagyon, igen, az is vanília volt, és hogyha parfümöt kerestek, vagy szeretnétek ajándékozni, akkor nagyon-nagyon ajánlom. Alapból a Body Shop-os termékek ugye nagyon jók, úgyhogy szerintem ez nagyon szuper ajándék is lehet például. És a másik pedig a Playboynak egy ilyen VIP parfümje, mondjuk azt nem tudom, hogy miért VIP, de mindegy. Szóval ennek is nagyon-nagyon finom illata van. Ennek már egy kicsit ilyen tipikusabb parfümös illata van, amit nem tudom leírni, de tudjátok, fűszeres, amikor igen, ilyen fűszeres, amikor mondjuk a Müllerbe sétáltok és megszagoltok 600 parfümöt, akkor a végén már csak egy ilyen adott parfüm illat marad meg, ugye, aminek nincsen semmi jellegzetessége, és ez az, igen, ez a tipikus, amikor egy jó illatot akarsz magadon, és akkor csak felfújod, és így nem lesz semmilyen, de speciális, hanem egy nagyon jó parfüm illat.
Következő kedvencem nekem egy alapozó, pontosabban a Garniernek a BB krémje, és hát igen, ez is az arcápoláshoz tartozik. Azért választottam ezt, mert a korábbi alapozó, amit kb. 2 hétig használtam, csak az borzalmas volt, egy ilyen, nem akarom lehúzni, de Miss Sporty márkájú volt, és egyszerűen semmi nem volt benne jó, úgymond. Nagyon furcsa állaga volt, és nem is fedett nagyon. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább beruházok egy pár ezer forintot drágábbra, de arra, ami biztos jó. És ez bevált, még csak pár napja használom, de biztos, hogy bekerült a kedvencek közé. Ugyanis olajmentes, ami nagyon-nagyon jót tesz a bőrnek, hogyha nem rakunk rá még egy plusz réteg olajat. És ugyebár BB krém, tehát nem kifejezetten alapozó, hanem ilyen úgynevezett színező krém, aminek nagyon sok jó tulajdonsága van, és egyébként a színe is nagyon jó, tehát egy kicsit sárgásnak tűn nekem először, de pont jó, mert korrigálja az arcnak az ilyen vörösségeit, ami elő tud tűnni, úgyhogy mindenképpen ajánlom a Garniert. A következő kedvenc most nem egy kozmetikai termék lesz, hanem egy tea, ami soha nem gondoltam volna, hogy egyszer egy teát mondok kedvencnek, mivel nyilván szeretek teázni, de azért soha nem volt olyan tea, ami annyira megfogott volna. Viszont a Tékanna nevű tea márkának van egy olyan teája, ami ilyen írkrém íze van. Megnéztem a hozzávalót, és már nagyon nem emlékszem, de azt hiszem, hogy ír whisky, ugye, ami az egy kicsit az alapanyag, és hát alapból egy fekete tea, és otthon találtam meg, gondoltam, hogy jó, próbáljuk ki. Annyira nagyon ízlett, ugyanis ebbe, ugye, mint az angolok szokták, lehet egy kis tejszínt rakni, és azzal elkeverni, vagy akár tejet önteni bele, és kipróbáltam így, még soha nem ittam tejjel teát, viszont nagyon-nagyon ízlett, úgyhogy ez is olyan, hogy bármelyik idősebb ismerősötöknek, aki például szeret teázni, annak egy nagyon egyszerű ajándék. Vagy hogyha ti is szerettek teázni és gondoljátok, akkor próbáljátok ki, mert nekem az nagyon ízlett. Az utolsó kedvencem egy szempilla spirál, ez a Max Factornak a 2000 calorie szempilla spirálja. Igazából ugye szempilla spirál se lehet úgy venni, hogy ki lehet próbálni, mivel nem tudom, én általában már eleve szempilla spirállal a szememen megyek vásárolni, és akkor nem tudom letesztelni, hogy mennyire jó, vagy nem is tudom, hogy lehet egyáltalán őket tesztelni legálisan. De a lényeg az, hogy a Max Factor az szerintem egy jó márka, és le is volt árazva, úgyhogy azért választottam ezt. Az ecset az ilyen vékony, ami nekem azért tetszik, mert jól be tud érni a szempilla tövéig is, és így meg tudja emelni az összes szempillát. Valamint meghosszabbítja a szempillákat, azt hiszem, hogy ez a feladata. És egyébként én mindig vízálló szempilla spirált használok. Nem tudom, hogy nekem ez valamiért ez vál, de mert nem folyik le. De egyébként van olyanban is, ami nem vízálló. Úgyhogy aki keres esetleg szempilla spirált, annak tudom ajánlani ezt. És végül tőlem az utolsó kedvenc, ez egy telefontöltő lesz, amit a Bonzo webáruházban szereztem be. És megmutatom, most előveszem a dobozába, szóval egy ilyen nagyobb méretű ezüst telefontöltő, és ugye van hozzá egy kábel, amit ugye az egyik fele megy idebe, a másikra pedig ugye töltöm a telefonomat, és hát egyrészt elég dizájnos a külseje, ugye, nagyon jól néz ki egy ilyen ezüst, de a legjobb tulajdonsága az, hogy 10400 megaamperes, ami nagyjából azt jelenti, hogy 4-szer lehet teljesen feltölteni vele a telefonomat. Úgyhogy ezt szerintem ki se fogom használni, ugye, hogy ekkora nagy teljesítménye van, de azt hiszem, hogy a webáruházban lehet kisebb teljesítményű telefontöltőket is találni. És hát ugye nem kell elmondanom, hogy ez miért szuper, hogy bárhol vagy, akkor előkapod és töltöd a telefonodat. Bár nekem napközben nem szokott lemerülni, hogyha csak úgy a suliba megyek, viszont úgyis lesz majd tavasszal egy utazás, meg februárban is bármerre utazgatni fogok, akkor nagyon jó lesz, hogy mindig elő tudom venni. Illetve hát pont most a héten fordult velem elő, hogy elmentem egy barátnőmmel egy buliba, és utána a barátnőmnél aludtam, és ott nem volt olyan töltő, ami az én telefonomba kell, és pont gondoltam, hogy basszus, miért nem hoztam el ezt a töltőt, mert most mennyire hasznos lenne, ugyanis hát lemerültem a reggelre. Viszont, hogyha ti is tudjátok magatokról, hogy igenis nagyon sokat kockultok a telefonatokon, vagy bármi olyan utazás vár rátok, ahol nem lesz alkalmatok arra, hogy telefont töltsétek, akkor szerintem nagyon hasznos. A téli kedvenc ruháinkat szokás szerint a lúgukban láthatjátok majd, ami egy hét múlva fog jönni, és a kedvenc zenéink pedig felkerülnek a 2016 téli lejátszási listára, valamint követhettek minket Spotify-n is, a leírásban majd megtalálhatjátok a felhasználó nevünket, mert igazából azon szoktunk főleg zenét hallgatni, és ott válogatás nélkül az összes kedvenc zenénket megtalálhatjátok. És akkor találkozunk jövő héten a lúgukban. Sziasztok! Sziasztok!